Két nagyon fontos szerepe van egy ilyen lelki napnak. Egyrészt az, hogy fölkészüljünk a húsvét örömére, másrészt pedig azért, hogy együtt legyünk közösségben, egy hasonló a hasonlónak örülhet, és ez most itt különösen is aktuális volt a keresztény értelmiségi kör és a keresztény értelmiségiek szövetsége, együttműködése és hát szeretetben való közössége miatt is.